Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Klímakonferencia Szekszárdon. A cél néhány év alatt teljesen zöld település legyen a Tolnai megyeszékhely. Falubusz Báta Apátinak. A régi jármű Erdélyben teljesít majd szolgálatot. Egészségnap. Időskorúaknak szerveztek programot civilek. Atlétikai tehetségkutató verseny. Közel 300 fogyatékkal élő diák mérte össze tudását. A klímaváltozással kapcsolatos konferenciát szerveztek a Szekszárdi Városházán. A megyei jogú városban nemrégen megalakult az úgynevezett helyi klímaplatform. Ez egy munkacsoport, amelynek tagjai azon dolgoznak, hogy a település néhány év múlva klímasemleges legyen. Utoljára 2015-ben készült országos felmérés azzal kapcsolatban idehaza, hogy a magyarok mit gondolnak a klímaváltozásról, és hogy azt mennyire tartják veszélyesnek a saját életükre nézve. Akkor mások mellett az derült ki, hogy minél kisebb településről van szó, az ott élők annál kevésbé érzik sajátjuknak a problémát. Erről is szó volt a Szekszárdon rendezett klímakonferencián. A helyi klímaplatform vezetője azt mondja, a hosszú távú cél, hogy a Tolnai megyeszékhely klímasemleges település legyen. Ennek érdekében dolgozzák ki például a fenntartó város stratégiát is, de más tervek is készülnek, például egy új szennyvíztelepet szeretnének építetni. Arról szól, hogy egy új szennyvíztelep kapcsán a csörgetavat bekapcsolva vizes élőhelyekkel, tehát egy nagyon komplex és nagyon-nagyon drága program. Ehhez nyilván forrást kell találni. Ez a forrás, ennek a forrásnak a megtalálásában szükség lesz elég komoly nyilván politikai lobby tevékenységre, amelyben számítunk a térség országgyűlési képviselőjére, Horváth Istvánra is. Zaják Rita azt mondja, a lakosság szemléletformálása mellett az egyik nagy kihívás az lesz, hogy sikerüljön a Szekszárdon működő cégeket is rávenni arra, hogy minél többen tegyenek a klímaváltozás lassítása érdekében. Nagyon fontos a vállalkozásoknak a szerepe is, tehát ővelük együttműködve kell nagyon komoly, vagy sokkal komolyabb lépéseket megtennünk. Szekszárdon a munkatárt folyamatos, a tervek szerint még nyáron elkészül például a megyejogú város fenntartható stratégiája. A Magyar Falu programnak köszönhetően ezúttal Báta Apáti nyert új kis buszt, amivel a falugondnoki szolgálat látja el a jövőben a napi feladatokat. A település régi járművel határon túra kerül, az erdélyi Magyar Lapádon teljesít továbbiakban szolgálatot. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, a Magyar Falu program legsikeresebb része a falubusz pályázatoké. Krahun Szilárd Báta Apáti polgármestere és Sipos Ferenc a Magyar Lapádi Etnika Kulturális Alapítvány elnöke látta el kézjegyével a szerződést, melynek értelmében a völcségi település falubusza ezentúl az erdélyi civil szervezet tulajdonába kerül. A Magyar Falu programban nyílt lehetőség arra, hogy Báta Apátinak új gépjárműve lehessen, cserébe felajánlották sajátjukat a határon túli közösségnek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadón elmondta, egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. Az én körzetemben eddig már 29 ilyen kis busznak a beszerzése vált lehetővé a Magyar Falu programból, és azok, akik határon túlra juttatják el a régi buszaikat, azok plusz pontot nyernek el a pályázaton. Több település az én körzetemből is határon túli magyar közösségeket támogatott. Báta Apátiban eddig nem volt falugondnokság, a busz beszerzésével együtt ezután ez a szolgálat is megszerveződött. Megpályáztuk ezt a státuszt, falugondokunk lett, utána pedig egy buszra pályáztunk, államtitkár úr közbejárásával szerencsésen nyertünk ezen a pályázaton egy új falugondoki buszt, és a régit pedig úgy gondoltuk, hogy akkor azt egy erdélyi településen meg fogjuk ajándékozni, ahol ez a busz jó szolgálatot fog végezni. Sipos Ferenc, a Magyar Lapádi Civil Szervezet vezetője azt mondja, hihetetlen segítség az ajándék számukra, hiszen nagyon sok gyermek utaztatását kell megoldaniuk. Létrehoztunk egy szorványkollégiumot, ahol a környék gyerekeit kollégiumban szállásoljuk, enni adunk nekiek, tanítjuk, hogy a Magyar Lapádi Magyar Iskolának ne szűnjen meg a magyar jellege. Az itt tanuló gyerekek olyan helységekből járnak a kollégiumban, ahol már nincs lehetőségük magyarul tanulni.
elsősorban az ő bejárásukat segíti a most megkapott jármű. Az elmúlt évek fejlesztései felkészítették a magyar mezőgazdaságot a következő évek kihívásaira, mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztését felelős államtitkára. Feldman Zsolt elsősorban nem a jövedelempótló támogatásokban, hanem a korszerűsítésben és a beruházásban látja a mezőgazdaság jövőjét. A vidékfejlesztési támogatások többsége ezért fejlesztési forrás lesz a következő években. A baromfi ágazat ezen felül az uniós válságcsomag Magyarországra jutó részéből is jelentős részt kaphat, és még az idén, várhatóan októbertől számíthat új állatjóléti támogatás bevezetésére, évente akár 13 milliárd forintos kerettel. Feldman Zsolt szerint Magyarország a válságos időszakban sokat tanult és sokat is tett a túlélésért. A gazdasági helyzetet előbb a koronavírus, most pedig a háború tette kiszámíthatatlanná, így ma már a biztonságos élelmiszer ellátás sem számít olyan természetesnek, mint akár csak pár éve. A mezőgazdasági termelés világszerte felértékelődik, mivel az energia, a takarmány és más alapanyagok drágulása világszerte egyre nagyobb kihívás, tette hozzá. Bátaszék két külső városrészének, Köveznek és Lajvérnak lakóival találkozott szokásos éves fórumán Bozsolik Róbert polgármester. Az idei esztendő szűkebb költségvetési lehetőségei nem tesznek lehetővé jelentősebb önkormányzati finanszírozású fejlesztést, hangzott el a találkozón, ugyanakkor a pályázati alapokból nyert forrásokból javítani kívánják az úthálózatok legkritikusabb részeit. Miután az idei esztendő költségvetése nem enged jelentős mozgásteret a bátaszéki önkormányzatnak, több lakossági felvetésre hasonlóan kellett reagálni a Bozsolik Róbert polgármesternek. Az elmúlt években a külső területek fejlesztésére rendelkezésre álló 5 millió forint ebben az évben hiányzik a büdzséből, így marad a szinten tartás, fogalmazott Lajvéron Bozsolik Róbert. A TOP plusz pályázaton belül néhány útszakasznak a felújítására megpróbálunk forrás szerezni. Ugye a Nyíki-Egyi út, illetve a Pince-Sori út újulhatna meg mintegy 100-100 folyométer hosszban. Kövesden forróbb hangulatú volt a párbeszéd, hiszen sokkal égető problémákat kell kezelnie a városnak, melynek előidézői elsősorban az ott működő mezőgazdasági vállalkozások. Az itt lakóknak rendszeresen meg kell küzdeniük a sárfeltorlással és a lezúzott patkákkal. A település egyik legnagyobb problémáját a főutcáról lemenő fő vízlevezetőt is rendbe fogjuk tenni itt legkésőbb a nyár végéig, hogy a főgyűjtőn minél gyorsabban le tudjon szaladni az a csapadék, ami megjelenik adott esetben Kövesd tekintetében. A kormány támogatást nyújtott a kövesdi bekötő út korszerűsítésére, mely az egyetlen közlekedési út a településrész megközelítésére. A nyár végére a 450 méter hosszú útszakaszon elkezdődhetnek a munkálatok. Egy év alatt 10,5%-kal nőtt az építőipari termelés idehaza, derül ki a KSH friss adatsorából. Az év első három hónapjában 15,7%-kal emelkedett az ágazat termelése az előző év azonos időszakához képest. Márciusban az épületek kivitelezése 10,6%, az egyépítményeké 11,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az áremelkedést a kereslet élénkülése mellett a költségek növekedése, különösen egyes építőanyagok jelentős drágulása okozta, jegyezte meg a KSH. Egészségnapot szervezett a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör és a Balassa János Kórház pszichiátriai osztálya közösen, ahol a megjelent időskorú érdeklődők különböző szűrővizsgálatokon, előadásokon vehettek részt. Az előadásokon meghallgathatták, hogy mik a demencia korai jelei, vagy épp hogyan ápolják a bőrüket, de egészséges ételeket is kóstolhattak, és akár gyógymasszáson is részt vehettek. Igen, látom. Tetszik látni ezt is? Igen. Igen, és tényleg milyen, ez a legalsót nem, de hát ezt ne, igen. Többek között látásvizsgálaton is részt vehettek azok az időskorúak, akik ellátogattak a Szekszárdi Szent István házban megrendezett egészségnapra. Az ingyenes szűrővizsgálatok mellett különböző egészségügyi témákban zajló előadásokkal is készültek a szervezők. A Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör és a Balassa János Kórház pszichiátria osztályának közös szervezésében valósult meg ez a program. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy
szűrővizsgálatokkal szolgáljuk az idős korosztályt. Nagyon sokan nem tudnak bejönni a kórházba és segítséget kérni, és így gyakorlatilag nagyon sok szempontból tudunk szűréseket biztosítani. A pszichiátria osztálynak küldetése, hogy az Alzheimer-korral kapcsolatos szűréseket évről évre lebonyolítsák, hiszen egyre több időskorú embert érint ez a betegség. Környékről fogadjuk az időseket, illetve ehhez kapcsolódóan mindig vannak előadásaink, amik a demenciával kapcsolatosak, vagy olyan életvitellel kapcsolatos problémákra világítunk rá, amik szintén az idős korosztályt érintik. A szűrővizsgálatok és az előadások mellett az érdeklődőknek lehetőségük volt egészséges édességek és biotermékek kóstolására is, valamint gyógymasszázson is részt venni. Nagyszabású versenynek adott helyet a Szekszárdi Atlétika pálya, ugyanis első alkalommal rendezték meg az ott speciális szakiskolák országos tehetségkutató atlétika versenyét. Közel 300 fogyatékkal élő diák vett részt a megmérettetésen, ahol 4 korcsoportban és 8 szakákban mérhették össze tudásukat. Szinte minden atlétikai számban megmérettették magukat a résztvevők a Szekszárdon először megtartott speciális szakiskolák országos találkozójával egybekötött atlétika tehetségkutató versenyen. A Fogyatékosok Országos Diákszövetség által szervezett megmérettetés célja, hogy a fogyatékkal élő gyerekeket sportolásra ösztönözzék, hiszen a sport lehetőség is egyben kivezető utat jelenthet, amely célokat jelöl ki, tartásra, kitartásra ösztönöz. Az ország számos pontjáról érkeztek diákok, akik 4 korcsoportban 8 versenyszámban mérték össze tudásukat. Ad egy tartás, mind a sport maga, ad egy közösséget, mind a sport maga, ad egy lehetőséget a gyerekeknek, hogy megmutassák legjobb tudásukat e versenybe, hiszen a mai versenynek is az a lényege, hogy mi szeretnénk, ha ezek a fiatalok közül a legtehetségesebbek, és az edzőik, akik éppen a legjobbak, egy sport életpályát el tudjanak indítani. Szőke Gergő, a Szekszárdi Sportközpont igazgatója elmondta, hogy szinte az összes szakág rendezett már náluk bajnokságot, mégis külön öröm, hogy eleget tehettek a FODISZ felkérésének, és otthont adhattak ennek a versenynek. 200-300 közötti létszámmal indult el a verseny. Az ország minden területéről érkeztek versenyzők, főleg szakiskolák vannak bekötve, de felnőtt versenyzőket is várunk. Nagyon fontos a fogyatékkal élők számára, hogy legyen egy fórum, mint amilyen ez a mai verseny is, ahol bemutathatják a legjobb tudásukat, és bár nem mindenkiből lesz bajnok, mégis az edzések és a versenyek által a sport beépül a mindennapjaikba, ami hozzásegít őket ahhoz, hogy minőségibb életet élhessenek. Regionális híreink következnek. Olajembargó. Csak bizonyos feltételekkel támogatnák a javaslatot. Félelmetesek, de nem agresszívak. Újra megjelentek az óriás tőrös darazsak. Hagyományőrzésért kitüntetés. Honvédelmi elismerés a pécsi dr. Nagy Gábornak. Csak akkor támogatjuk az embargó bevezetését, ha a csővezetékes szállítás ez alól kivétel. Így fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter a kőolaj importjának megtiltására tett brüsszeli javaslat kapcsán. Szijjártó Péter elmondta, most biztonságban van a magyar energiaellátás, ez a szigorítás viszont atombombaként sújtaná a gazdaságot. Néhány nappal ezelőtt tett javaslatot az Európai Bizottság arra vonatkozóan, hogy az uniós tagországoknak tilos kőolajat importálni Oroszországból. Amennyiben ez a javaslat hatályba lépne, az hatalmas károkat okozna Magyarország számára, hiszen hazánk energiaellátása jelenleg biztos lábakon áll, fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a javaslatot egy atombombához hasonlította, ami, mint fogalmazott, teljesen lerombolná a magyar gazdaságot. Ha ezt a javaslatot elfogadnák, akkor az Magyarország egy körülbelül 55-60%-os üzemanyagár növekedést jelentene, 700 forintos benzin, 800 forintos gázolajára minimum, amit a szakértők kalkulálnak, és nyilvánvalóan az üzemanyagok árának drasztikus emelkedése az összes termék árának emelkedésében megjelenne. Világossá tettük a bizottság számára, hogy csak akkor tudjuk ezt a javaslatot megszavazni, ha Brüsszel az általa kreált problémára megoldást is javasol, hangsúlyozta Szijjártó. Több tárgyalást is lebonyolítottak szakértők bevonásával, amik világossá tették, hogy nincs olyan megoldás, ami kezelni tudná ennek az esetleges embargónak a magyar gazdaságra gyakorolt negatív hatását. Ezért
azt tartjuk reálisnak, hogyha visszatérünk ahhoz az eredeti magyar javaslathoz, amelyet megtettünk akkor, amikor az Európai Bizottság előállt az olajembargó ötletével. Mi már akkor is azt mondtuk, hogy akkor reális egy ilyen embargó bevezetése, ha az csak a tengeri szállítási útvonalakra vonatkozik. Amennyiben Brüsszel komolyan gondolja ennek az embargónak a bevezetését, akkor az csak úgy lehetséges, ha a csővezetékes szállítás ez alól kivétel. Szijjártó Péter hozzátette, hogy ezt az álláspontot fogják képviselni az elkövetkező megbeszéléseken. Ismét megjelenhetnek a kertekben, de akár közterületeken is az óriás tőrös darazsak. Ez a méreténél fogva félelmetes rovar azonban a lódarázssal ellentétben egyáltalán nem agresszív. Ilyenkor van a nász időszak, amely néhány héten belül véget is ér. Mivel védett fajról van szó, eszmei értéke 50 ezer forint, ezért a szakemberek arra kérik a lakosságot, ne írtsák az állatot. Ez a biokomos szalag és a fatönkön olvasható felirat még egy évvel ezelőtt került ki az egyik pécsi utcába. A figyelmeztetés az óriás tőrös darazsak jelenléte miatt volt szükséges. Az akár 5 cm hosszúságú rovar idén ismét megfigyelhető a kertekben, parkokban, ahol a korhadó fák és a komposzt körül repked. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy bár méretüknél fogva félelmetesnek tűnhetnek, a lódarázssal ellentétben ezek nem agresszív állatok. Ok nélkül nem támadnak, és odafigyeléssel egyszerűen megkülönböztethető más fajoktól. Tőrös darazsat onnan lehet felismerni, hogy a potrohán 4 sárga folt van, szemben a lódarázssal, aminek a potroha jellegzetes darázs mintázatot mutat, tehát a tor felé közeledve fekete lesz. Fontos megjegyezni, hogy a tőrös darazsak védettek, eszmei értékük 50 ezer forint, és nem is szabad elpusztítani őket. Ilyenkor van a nász időszakuk, éppen ezért láthatjuk nagyobbra jobbra verődve őket, de amint véget ér ez az időszak, a rajok maguktól eltűnnek. Az alapvetően magányosan élő faj ebben az időszakban fatoskók környezetében található meg, ahol nagyobb rajba verődve repülnek. Nősztényes sárga fejű, a hím pedig fekete fejéről ismerhető fel. Ezen időszakban a nőstények petéiket lemezes csápú bogarak lárváira rakják, amelyekből a kikelő darázslárvák táplálkozni tudnak. A tőrös darazsak parazitoidok, szaporodásukhoz, a peterakáshoz nagyobb termetű rovarok lárváira van szükségük. A tőrös darazsak ezért nélkülözhetetlen elemei a kiskertek, parkok, ültetvények vegyszermentes rovarok elleni védelmének. Magasrangú kitüntetést vehetett át a napokban Pécsen dr. Nagy Gábor, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagja. A járványhelyzet miatt a 2020-ban 30 éves szervezet idén adta át elismeréseit. Az ezüst jubileumi emlékkereszt a hagyományaik megőrzéséért és az egyesületért végzett kiemelkedő szolgálatért jár. Amióta hivatásos katona dr. Nagy Gábor orvos ezredes, azóta nem csak a polgári történelem, hanem a katona történelem is mélyen érdekli. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület figyelembe vette kutatómunkáit, tanulmányait, a hagyományok őrzéséért tett kitartó és kiemelkedő erőfeszítéseit. Kutattam a múltunkat, kutattam a Honvéd Kórházat, kutattam a francia napóleoni háborúk alatt elhunyt katonáknak az emlékét, helyét. És ez a sok-sok kutatást publikáltam is, megjelentek cikkeim, tanulmányaim, sőt a Pécsi Honvéd Kórház történetében is megjelent. A mai Pécsi Fogászati Klinika egy részének helyén egykor a Lakics laktanya, a Pécsi 8. Huszár ezred laktanyája állt. Ezt is feldolgozta több tablóban, melyek örökre a klinika épületében maradnak emlékül. Mint mondja, az Zrínyi napok is meghatározóak voltak számára, mindig volt kiállítása. Én a múlttal foglalkozom. Múlttal foglalkozom, és ez azért nagyon fontos, mert a Lévai Miklós ezredes úr, ahogy mondta, ugye egyre kevesebben vagyunk, de vannak fiatalok. Tehát, hogy a fiatalok azok, hogy is mondjam, az 50-es évek, 50 éves korokra gondolunk, hogy ők is érezzék azt, hogy a jövő az a múltból építkezik. Az elmúlt évek koronavírus járványa miatt a 2020-ban 30 éves szervezet idén 2022-ben adta át elismeréseit. Az ezüst jubileumi emlékkereszt a hagyományaik megőrzéséért és az egyesületért végzett kiemelkedő szolgálatért jár. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Klímakonferencia Szekszárdon. A cél néhány év alatt teljesen zöld település legyen a Tolnai megyeszékhely. Falubusz Bátaapátinak. A régi jármű Erdélyben teljesít majd szolgálatot.
egészségnap. Időskorúaknak szerveztek programot civilek. Atlétikai tehetségkutató verseny. Közel 300 fogyatékkal élő diák mérte össze tudását. Szombaton délelőtt még kisüt a nap, de megnövekszik a felhőzet. Elszórtan kialakulhatnak futózáporok. Csökken, de kellemesen a májusi átlagnak megfelelően alakul a hőmérséklet. Vasárnap és hétfőn is hasonló időre van kilátás. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!